Sziasztok! Ma egy különleges, különleges podcasttel jövünk, egy kicsit többen leszünk, mint szoktunk, Már, más másrészt pedig van egy érdekes apropónk, ugye a 60. elnök választás az Egyesült Államokban november 5-én tartják, és hogy ez miért is fontos nekünk magyaroknak? Hát azért, mert az eredmény közvetlenül befolyásolja Magyarország és Amerika közötti kapcsolatokat is, ami ezáltal ugye hatással lehet a gazdaságokra, a külpolitikánkra és a nemzetközi pozíciónkra is. Jelenleg ugye a magyar-amerikai viszonyok nem mondhatóak felhőtlennek, ugye a demokrata vezetés kritikusan tekint Magyarország bizonyos politikájára, különösen ugye a határvédelem és a szuverenitás kérdésében. Ezzel szemben a republikánusok gyakran pozitív példaként említik hazánkat, amikor a határvédelemről vagy a nemzeti érdekek is érvényesítéséről van szó. Csak egyetlen gyors példa, ugye itt a határkérdés annyira hungarikummá, határkerítés, bocsánat, annyira hungarikummá vált már nemzetközi szinten is, hogy a republikánus beszélgető műsorokban gyakran azt mondják, hogy bárcsak lenne a mexikói-amerikai határon is egy olyan védvonal, mint amilyen a szerb magyar határon van, a demokrata oldalon pedig gyakran negatív felhanggal emlegetik azt, hogy Donald Trumpnak olyan szélsőséges nacionalista politikája van a határvédelem tekintetében, mint amilyen ugye a magyar miniszterelnöknek, tehát hogy azért alapvetően egészen belefolytunk már nemzetközi szinten és a politikai csatározásokba, Egyébként ugye, hogyha Kamala Harris meg a választás, akkor várhatóan folytatódni fog, vagy erősödik az a kritikus hozzáállás, amit a jelenlegi adminisztrációtól is tapasztalunk. Ez kihatással lehet a gazdaság együttműködésre, a diplomáciai kapcsolatokra is. Ha viszont Donald Trump térne vissza az elnöki székbe, akkor azért számíthatunk a kapcsolatok javulására, szorosabb együttműködésre és kölcsönös támogatásra néhány stratégiai kulcskérdésben. Hát ennek apropóján beszélgetünk ma, mivel gondolom, azért nem csak bennem, számtalan kérdés merül fel a mostani elnök és az elnök, alelnök jelöltek személyével kapcsolatban is, és úgy általánosságban a teljes mögöttes gépezettel, úgyhogy aki szintén nem érti, hogy hogy tudtak a demokraták elnök jelöltnek jelölni egy teljesen szenis és egyértelműen pozícióra alkalmatlan öreg bácsit, a másik oldalon pedig, hogy a republikánusoknak miért volt a legjobb választás egy majdnem elítélt bűnöző, amiről majd egy kicsit később szót ejtünk hát őt választani az elők jelöltségre, az most maradjon velünk, mert a témában két nagyon jártas profi, ugye Tamás, és az Amerikában élő különleges vendégünk Robi fogja ma számunkra kicsit közelebb hozni ezt a világot, hogy jobban megértsük a mi érteket. Nos, Tamás, azt hiszem nem kell senkinek, a szakmájából fakadóan is szorosan követi az amerikai politikát. Szia, Tomi! Sziasztok! És mielőtt tovább mész, Béla, gyorsan gyorsan megszakítanálak, csak egy másodpercre, miután több is bemutatod, hogy a mai nap folyamán mindenféleképpen szeretném jelezni, ugye egy hete vagytok itt, vagy még nincs egész egy hete vagytok itt a prón, teljesen free, teljesen ingyenes. Látjátok, hogy mit csinálunk, látjátok, hogy hogy csináljuk, és azt is látjátok, hogy ez milyen masszív mennyiségű kommunikációval jár a részünkről. Szóval szeretném mindenféleképpen jelezni mindenkinek, hogy jelen pillanatban van egy akciónk, akinek megtetszett a prószint, az most ki tudja használni méghozzá 90%-os akció. De most nyilván ennek a 90%-os akciónak vannak részletei, úgyhogy ha valakit érdekel ez az akció, akkor látogasson el a Discord szerverre, nézze meg a bejelentések szobát, angol vagy magyar szerveren, teljesen mindegy, mindkettő helyen megtaláljátok magyarul, és, és nézzétek meg a részleteit az akciónak, mert valóban, hogyha ezt valaki igénybe szeretné venni, akkor tényleg kaphatik 90%-os kedvezményt a próra. Bocsi. Szuper kis meglepetéssel is jöttél már, a Na, nagyon jó volt, volt. Robi, Robi, pedig szinte gyakorlatilag egyből a Trino indulásakor csatlakozott hozzánk, és azóta is velünk van. Most arra azt hiszem kijelenteti, hogy a távolság ellenére is jó baráti viszonyt tápolunk, igaz, Habibi? De ami még fontosabb, Amerikában élve közvetlen információkkal rendelkezik az ottani történésekkel kapcsolatban, amelyről az információkat mi itt Európában gyakran azért torzítva vagy hiányosan kapjuk meg. Szia, Robi! Hello, sziasztok! Először is üdvözöllek benneteket és a Podcast hallgatóit. Uh, igen, hát a, az amerikai politikával elég régen kezdtem el foglalkozni, nagyjából majdnem egy időben, mikor kikerültem ide. És ennek csak egyetlen egy oka volt, hogy uh, annak idején én leültem emberekkel beszélgetni, hogy ugye valamennyire átlássam, hogy most ez a republikánus, vagy demokrata, vagy ki, miért, hogyan, miért jó, miért rossz, miben mások. És nagyjából olyan vegyes, Összefoglalót kaptam az emberektől, hogy egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy most mibe higgyek, mibe ne higgyek, melyik irányba induljak el, hogy egy teljes képet lássak. És akkor döntöttem el, hogy elkezdem akkor ennek az egésznek a, a miértjét kutatni, de mélyebben. Tehát nem csak az, hogy megnézek egy, egy média cikket, hanem, hanem minden egyes. Ö, Komolyabb történés mögé belenéztem annyira, amennyire tudtam. És ezt a második világháború utáni amerikai időszaktól kezdve. Az első, vagy a második világháború előtti időszakot azt ugye tudom, mert iskolába tanultam, de a második világháború után már azért Magyarországon elég vegyes hírek vagy, vagy tanítások vannak az amerikai történelem, és politika terén, úgyhogy gyakorlatilag ezért kezdtem el vele foglalkozni, és ez most már azért több mint tíz éve tart. Ö, gyakorlatilag ezért, ezért van egy kialakult véleményem erről. Szuper, igen, igen, hát ugye a Discordon ismert téged, az, az, az tudja, hogy ezért sokszor meg is hoztad ezeket a véleményeket, és eléggé megalapozottak szoktak lenni, úgyhogy egészen biztosan izgalmas, izgalmas nézőpontokat hozolva nekünk és hát nem utolsó sorban is ne haragudj meg, Mergi, hogy nem téged vettelek előre, de ma fordult a kocka, és Mergi nem szakértő, hanem kérdező szerepben csatlakozik hozzánk. Szia, Mergi! Sziasztok! Igen, hát ugye ketten Bélával leszünk ma a kérdezők, és ahogy Béla is elmondta, bízom benne, hogy egy csomó dologra fény fog terülni, mert hát én néha teljesen érthetem figyelem ezt az egész esemény folyamot, ami ott, ott zajlik Amerikában. Úgyhogy ücsi és patikuki bekészítés induljunk. Hosszú lesz, srácok. Szóval azzal indítanám mindjárt a kérdés sorozatot, hogy az elmúlt négy év azért igencsak sűrű volt az amerikai politikai események terén, úgyhogy csapjunk bele, tehát hogy itt volt mindjárt a Covid járvány kezelése és annak ugye társadalmi, valamint a gazdasági hatásai majd jött 2020-ban az elnökválasztásnak az eredménye, és hát január 6-ai kapitóliumnak az ostroma ezáltal. Aztán volt ott George Floyd halálát követő Black Lives Matter tüntetések, és az ezzel kapcsolatos rendőrségi reform körüli viták, majd megjelent az abortusz jog körüli vita a felerős, tehát maga a vita felerősödése, amikor ugye hatályon kívül helyezték a Roe v. Wade döntést, aztán volt, kaptunk inflációt a nyakunkba, meg ott is. És azt hiszem, hogy az íre a pontot a nemzetközi konfliktusok tették fel, az orosz krán háború is, természetesen a közel-keleti helyzet is. Úgyhogy nagyon-nagyon adott a kérdés, hogy ezek alapján, ezek az események alapján hogyan befolyásolták az amerikai politikai légkört, és hogy hogy néz ki mostanság ott a, a helyzet. Szerintem, hogyha... És akkor azt hiszem, hogy kérdezném, a, nem tudom, Tomit első kanyarban, hogyha tudnál róla egy pár szót mondani. Tudnék, nagyon-nagyon sok szót tudnék róla mondani, de ugye arra vonatkozik a kérdés, ugye azt mondtad, hogy azt szeretnéd látni, hogy ez hogyan befolyásolt az egész politikai légkört, és ugye felsoroltál egy csomó olyan pontot, ami jelen pillanatban elég szaftos témakörnek számít a médiában, legyen ez bármilyen jellegű média. És ugye nyilván ez felhívja a figyelmet a, a választásokra. Um, alapvetően ez, ez egyik pártnak sem rossz, sőt, tehát nyilván a, az, a, a választások idején ez a legfontosabb, hogy megfelelő ember tudjanak megmozdítani a vála, választások irányában, hogy menjenek el választani, és, és ezért fel is használják ezeket a topikokat. Sok esetben ugye egy párt nem is. Azzal foglalkozik a leginkább, hogy mennyire érinti negatívan egy-egy ilyen helyzet, vagy vagy múltbéli kialakult uh, uh, pont, hanem inkább uh, megpróbálja magát utána megvédeni ezzel, is ugye a népszerűségét próbálja megnövelni. Szóval összefoglalva, hogy milyen hatása van a politikára, média jellegű hatása. És sajnos ennek egyébként véleményem szerint a mi, mi emberek vagyunk a a, végén, a csattanó végén, mert hogy ez, ez kialakított, főleg hogy a mai világban AI, stb. stb. ez kialakított egy olyan környezetet, amikor a hazugságok gyakorlatilag gyakorlatilag ömlenek az arcunkba, és ezek elég gerinctelen módon. Úgyhogy Úgyhogy én ezt inkább így fogal fogalmaznám meg, hogyha az egészet egybe akarjuk látni, hogy hát a médián keresztül csapódik le az összes hatás. És ugye nyilván szét tudjuk boncolgatni, hogy oké, okay, akkor a Covid hogy befolyásolta, a járványkezelés hogy befolyásolta, nagyon szívesen beszélek erről, hogyha szeretnétek. Um, a, 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 január 6-ai kapitólium mostroma, bár azt hiszem, hogy ezt a kérdést inkább odaadnám Robinak, mert sokkal effektívebben tud róla beszélni. George Floyd, Black Lives Matter ez mind eszköz jelen pillanatban mindkét párt számára, hogy, hogy bizonyítsák a saját hozzáállásukat ha lehet így fogalmazni Egyébként neked is, meg Robinak is csak ha megengedtek beszúrni egy kérdést, mert pont levegőt vettél um, ugye ezeknek a nagy része azért ugye átjön hozzánk is bár valószínűleg Hát mondjuk nem egy ez egybe, és ezt majd nyilván Robi majd erről tud beszélni, hogy, hogy pontosan mi is történt ott valójában helyben, és mi az, amit ugye mi tudunk, ezt majd össze mindenki önmagában is hasonlítani. Egy kicsit akkor csak, hogy magunkhoz is visszatereljem a, a, szót. Ha már azt mondod, hogy ott ezt gyakorlatilag kvázi médiahekre meg a tömegek irányítására használják, és ha ez még ott helyben is igaz, mint a Robi meg tud megerősíteni, akkor a kérdés adott, hogy egyébként nálunk is ezzel kampányolnak, attól függetlenül, hogy senkit nem érdekel mondjuk Európában, sem a Black Lives Matter, sem a Kapitolos, sem úgy általában az egész, de kampány témának nálunk is tök jó, és most nem egy, egy klasszikusan, most nem tudom, nem egy, egy, egy magyar választásról beszélek, hanem általánosságban az embereknek a, hát a befolyásolására. Kifejezetten, az... -e, attól függetlenül, hogy igen. Kifejezetten az amerikai történésekre gondolsz. Én, én igen, úgy igen, észre, igen, de hogy nálunk tök, tök minden más használják. Én, én úgy vettem észre, hogy hogy ami Amerikából érkezik, információ az, leginkább az, az információnak az a része jön át, vagy legalábbis azt hangsúlyozza a magyarországi média, amelynek köze van a Magyarországhoz, vagy a jelenlegi magyar kormánynak a, a narratívájához, illetőleg pont az ellen érinti, tehát, hogy ami tényleg erősen érinti a, a magyar kormányt ilyen szempontból, pozitív vagy negatív módon. És a többi hír csak olyan módon szivárok be Magyarországra, hogy egy-két híroldal lehozza, például az Oligó négy, 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 stb. stb. De hogy ezek a hírek annyira. Egyrészt. Ezek a híroldalak kapnak egy, egy hírt, ami már meg van csavarva, aztán utána ők megcsavarják még kétszer, mert még le is kellett fordítani, és valószínűleg csak egy GPT-t használtak hozzá, amitől csak még nagyobb kacsfasz lesz az egészből, és utána közzé teszik, mi meg másnap elolvassuk, és fogjuk a fejünket, hogy atya úristen. De nem hiszem, hogy ez kampányfogás lenne. Talán Robitól fogom most megkérdezni, hogy, hogy mit gondolsz, hogy melyik, melyik ilyen esemény volt talán a legfontosabb, ami, ami az adott politikai rálykörbe befolyásolta, hogy a, a mostani adminisztrációra ugye fújoltak, vagy pedig ellenségesen álltak hozzá magához a kezeléshez. Azt tudjuk, hogy a COVID-járvány kezelés az rengeteg kritikát kapott. Úgyhogy valami ilyesmire gondolok, hogy mi volt az a, az a komolyabb, esemény, amit tényleg érezhetően lehetett látni, hogy kicsit fordult a kocka a politikai légkörnél. Beszéljünk akkor először, mert időrendi sorrendben, akkor beszéljünk először a George Floyd-féle esetről, ami, ami egy, egy igazából nem jó eset, maga a, az eset, ami történt. Tehát, hogy egy, egy ember halálával végződött egy rendőrségi intézkedés, ami egy kicsit árnyalt. Ugyanis én végignéztem a tárgyalást a, ugye a rendőr ellen, aki, aki idézőjelben megölte a George Floydot, és az volt a lényeg, a tárgyaláson ö, voltak ö, pro kontra volt csomó bizonyíték. A legnagyobb bizonyíték az volt, hogy maga George Floyd ö, kábítószer hatása alatt állt. Konkrétan, ha jól emlékszem, metamfetamin hatása alatt állt, és a korbonc. A korbonc tehát a hivatalos korbonztan, az kijelentette, hogy az úriember nem azért halt meg, mert a rendőr térdepelt a nyakán, hanem azért, mert a ne, metafen, metafen... na. Szóval a kábítószertől, az gyakorlatilag a, a Na most, ez igazából mindegy volt, mert ez egy politikai fogás volt a baloldalnak hogy a fekete szavazókat megfogja. Az, a rendőrt elítélték az én megítélésem szerint jogtalanul, mivel a bizonyítékok nem ellene szóltak. Ráadásul ez az ember, ez egy többszörös bűnöző, úgy, mint nem erőszak, rablás, lopás, családon belüli erőszak, stb. stb. De nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ennek az embernek a halálát tudta föl, használni a baloldali média, és a Black Lives Matter az a baloldali média által kreált szervezet. Ők nem léteztek előtte. És még akkor sem létezett, amikor, amikor az úriember meghalt, hanem ez egy-két napon belül. Na most, hogy jobban lássuk -e ezt magát, a Black Lives Matter-t rengeteg baloldali média, nem, a baloldali csoporthoz köthető organization sponzorálták szponzorálták több millió dollárokkal. És ez ugye tavaly, vagyis ö, bocsánat, ez 2019 március, április a környéke volt ez a probléma, és onnantól ez a csoport, ez a Black Lives Matter csoport konkrétan fölégették Amerikát. Olyan szinten, hogy, hogy például Washington államba, Oregon államba, Illinois államba, Illinois államba, konkrétan Chicagóba, gyakorlatilag gyújtogattak és randalíroztak, de úgy, hogy, hogy, emberek haltak meg, még fekete emberek is, nem is kevés, fekete rendőrök haltak meg, és rengeteg, rengeteg probléma volt, de, de olyan probléma, hogy például Seattle-ben, Washington államban egy, egy fél kerületet vettek az uralmuk alá, a Black Lives Matter, és későbbiekben ugye hozzájuk csatlakozott az úgynevezett Antifa, és gyakorlatilag két vagy három héten keresztül úgy elfoglaltak egy, egy, egy kerületet, hogy oda ember nem mehetett seki, sebe. Na most ezt a baloldali média nagyon használta arra, hogy ez az egész azért történik, mert hogy a Trump nem veszi figyelembe az emberi életet, és hogy a rendőrök brutalitása. A most, ha valaki figyelte a George Floyd-féle ügyet, ott nem volt brutalitás, csak hát ugye megint az van, hogy a médiában egy vágott felvétel került be, és ha jobban utána néz az ember, akkor megtalálja azt a 18 perc hosszú felvételt, ami a komplet intézkedést ö, felvette. Ebben az emberek látják, hogy igazából a rendőr nem hibázott, és az a pont, ahol a rendőr rátérdelt az embernek a nyakára, az egy, hát mondjuk úgy, hogy egy szükséges eljárás volt. De menjünk tovább, hogy ez, ezután hogy következett. Tehát ezután ugye az emberek, a baloldali szavazók teljes mértékben a Black Lives Matter mögé álltak, és teljes mértékben a Trump ellen fordultak. Majd utána jött a, a, a január 6-ai a kapitolium ostroma, ami ostroma, ez egy ilyen nagyon jó szó, mert nem volt ott ostrom. Ugyanígy a, a videófelvételek megint csak a médián megvoltak, nagyon keményen má vágva, de meg lehet találni az eredeti ö, vágatlan verziókat, és ott például olyan, olyan embereket lehet fölismerni a videókon, akik voltak a hangadók, akik bementek elsőként a kapitóliumba, akik először elkezdték rángatni az ajtókat, akik betörték az ajtókon lévő üvegeket. Ebből öt ember a Black Lives Matters Movementhez köthetőek, még pedig úgy, hogy rengeteg olyan videón szerepel ez az öt ember, akik ezeken a Black Lives Matter felkeléseken, mondjuk így, hogy felkeléseken, szerepeltek. Ez ott van feketén-fehéren. Na most ezzel kapcsolatban mondom én, és nem csak én, hanem sok elemző, hogy ezt így ugye úgy hívjuk, hogy fake flag, hamis zászló alatt lévő ö, felkelés. Tehát gyakorlatilag egy baloldali eszmékkel rendelkező ember bement egy jobboldali eszmékkel rendelkező csoportba csak azért, hogy rossz színbe tüntesse fel őket. Mi sem mutatja jobban ezt, hogy ugye a január 6-ai esemény miatt Trumpot ugye támadták azzal, hogy ő úszította a népet, és ebből megint csak az van, hogy a beszédét összevágva, tehát editálva kirakták az internetre. De megint csak meg lehet nézni az eredeti beszédet, és Trump egyáltalán nem beszélt arról, hogy menjünk oda és romboljuk le. Ő kimondottan a beszédében békés tüntetést a kapitólium előtt nem bent, nem rongálva, stb. stb. Igen, csak Robi De az, hogy mennyire. Ne... Bocsi, félbeszek, csak csak az a baj ezzel, hogy, hogy önmagában az rendben van, hogy hogy vágott felvétel jött ki a, a, az ő beszédé, beszédével kapcsolatban, ugye említetted a George Floydot is, ott is ugye vágott felvétel, ott is ugye arra, arra használta legfőképpen ugye a demokrata oldal, hogy, hogy ugye úszítsa a jó népet a Trump ellen. Ezen a ponton szerintem kb. felmérték az intelligencia szintet, és kijött az, hogy hát többen vannak azok, akik kevesebbet tudnak értelmezni az élet dolgaiból. És, és ez, ez, ugye ebben az az undorító, hogy aztán ezek a dolgok, ezek a hírek így jutnak már el mondjuk Magyarországra is akár, és ugye az emberek ezt hallgatják, és ugye ez, ez felállít egy ilyen, egy, egy olyan ellenszenvet állít fel Trump irányába, amely egy komoly megítélést jelent, és, és amit én nem értek, majd ezen érdemes lesz beszélgetni, lehet, hogy nem most, de majd később mindenféleképpen, hogy, hogy vajon mi váltják ki az emberekből azt, hogy annyira elvakultan, tudnak hinni ezeknek a hazugságoknak, ezeknek az összevágott videóknak, hogy nem is hajlandóak megismerni a másik oldalt, annak bármilyen formáját, ha valaki előhoz egy ilyen videót, ami az eredeti felvétel, amit te is mondtál, hogy megtekinthető, nem hajlandó megnézni. A vagy. Egyébként, ha megmutatod, mert nekem volt ilyen beszélgetésem is, hogyha bemásolod konkrétan az, az eredeti beszédet, amit Trump lenyomott, egyszerűen automatikusan elkezdi keresni benne a szavakat, amiben bele tud kötni, nem is érdekli, hogy egyébként tényleg nem az a jelentése, ami, hanem egyszerűen megtalálja a szót, beleköt, és utána vérig, vérig menő vitát hajlandó vagy képes veled folytatni azon, hogy, hogy bebizonyítsa neked, hogy, hogy Trump egyébként túszított mindenkit. Szerintem ez okay. a legjobb baj. Ez, és várj, Robi, egy pillanat, ha már a félbe szakított, egyébként lehet, hogy ma többször el fog hangozni, és nincs ugyanap a tehát azért ez Magyarországon is bevett gyakorlat, hogy egy-egy hírgó, egy-egy eseményből, ugye e, kontextusból kiragadva, hát nyilván azt a részt ragadjuk ki, ami egyébként a mi narratívánkhoz megfelel, nyilván attól függően, hogy ki miről szeretne éppen narratívát alkotni hogy nincs olyan nap alatt és ugye oda sincs kolbászból a kerítés, ezt szerintem amit lehet, hogy többször fogom mondani, de amit még a kapitoliummal kapcsolatban akartam kérdezni, hogy kicsit legy legyünk itthoniak is, mennyire látsz egyébként hasonlóságot, vagy párhuzamot ugye az MTV székházastromával kapcsolatban, ez ügyben? Ezt tőlem kérdezem? Ezt tőled? É és hagyj indokoljam meg, hogy miért... De először csak annyit még hagy fűzzek hozzá a január 6-ai dologhoz, mielőtt ezt megindokolnám, hogy miért. A, a Tamásnak igaza van, sajnos emberek nem látják a, a, a teljes igazságot, nem látják az, az, az összes információt, ezt főleg Európára értem. De azon kell elgondolkozni, hogy tegyük föl Trump-uzottani. Menjenek be, és rombolják szét a Kapitóliumot, stb. stb. Na most ez egy nagyon komoly szövetségi bűncselekmény. Ez konkrétan hazavárulás. Most én kérdezem én, ez volt majdnem négy évvel ezelőtt. Január 6-án lesz négy évvel ezelőtt. Ha ez megtörtént, és valóban megtörtént, erre nagyon komoly bizonyítékok vannak. Ugye be van kamerázva az egész, kamerázva, az egész környéke, be van kamerázva, gyakorlatilag ott van a Trump beszédje, ami megint csak bizonyítékként lehet felhasználni, illetve a, az emberek, akiket lecsuktak, börtönbe vannak, azok az emberek, akik bementek a kapitóliumba, vád nélkül vannak börtönben lassan négy éve, ez 12 embert jelent most, de bírósági eljárás még a négy év alatt nem indult Trump ellen. Ha ez nem teszi föl a kérdést az emberek fejében, hogy akkor ez miért van, akkor semmi. Ez egy bizonyíték kell, hogy legyen, hogy egyszerűen nem, hogy elég bizonyíték nincsen Trump ellen, hanem egyetlen egy sem. Ez egy olyan bűncselekmény lenne, hogyha csak a beszédje bizonyíték lett volna, már szövetségi börtönbe ülne. De még, még, sem volt, de még, még meghallgatás sem volt. Semmi. A kérdésedre reagálva, gyakorlatilag én akkor még otthon éltem, amikor volt az MTV székház, Balhé, és ott például három embert ismerek személyesen, akik semmilyen párt hovatartozás nélkül voltak ott jelen, ők például futballhoz követ köthető emberkékről beszélek. És szerintem itt e erről így nagyjából. Erős, erős B-közép? Erős B <laughs> nem feltétlenül B-közép, nem szeretném megnevezni, de de azt, azt mindenképpen tudni kell, hogy nekik aztán tök mindegy, hogy mi történik. Ők nem azért voltak ott. Tehát akkor semmi Minden egyéb más nem között. Nem politikailag voltak ott. Ők. Tehát azt értem, de ugye akkor, akkor, akkor gyakorlatilag azt veszem le a válaszodból, hogy a kettő között nincs. Nincs, uh, hát a a annyiban, nincs annyiban így? Akkor annyiban van, mondom, hogy ők az az mint is azért mentek az az oda, az mint mint hogy baj volt. Igen, akkor igen, igen. Ugyanúgy, hogy most az, hogy a kapitóliumnál azok a személyek, akit említettem, hogy a BLM-hez köthetőek, ők fizetett emberek voltak azért, hogy ott legyenek, és úgymond káoszt teremtsenek, hogy rossz fénybe tüntessék föl, az adott személyeket, akik oda mentek békésen tüntetni. Az MTV székháznál ugyanezt vélem fölfedezni. Ott csak annyi a különbség, hogy gyakorlatilag ők nem húzódnak semmilyen politikai oldalhoz, ők pénzt kaptak ezért. Oké, okay, de azért ezt elfelejtettem említeni, ez a, hogy a, a kapitólium megtámadása esetén most már konkrétan FBI ügynökök vannak bíróság előtt, mert elméletileg ott voltak, és falsz... Flag. Hát az, abban nem mentem bele, abban nem mentem bele, hogy vannak olyan felvételek, ahol federal agent, tehát szövetségi ügynökök vannak a felvételen, azután, miután leveszik a, a fekete símaszkot, mert azt gondolták, hogy ott éppen nincsen kamera, gyakorlatilag igen, ahogy mondod. De hát ezt ugye az FBI tagadja, de a felvételek megtalálhatóak az interneten. Jó, csak, csak azért kérdeztem, mert ugye füstölt azért. Picsit, összegzem. Igen, de mondjad, mondjad még. Igen, ja, csak annyi, hogy a, a, csak, az, csak azért említettem ezt meg, mert azért Bélának a kérdése füstölt elég rendesen, és azért mindenféleképpen um, jeleztem volna mellé, hogy lefizetni valakit, hogy mennyire balhézni, az önmagában nem nehéz. Um, én, én nem láttam. Legalábbis javítson ki, aki, aki kijavít, de én, én hozzám nem jutott el olyan információ, hogy vagy egy rendőr, vagy a magyar titkos szolgálat egyik embere, vagy bármilyen kormányzati tag, jelen kormányból ott lett volna a székháznál is. És... Okay. De az Magyarországot kicsi bejátszák Amerikába meg nagyba játszák. Hát, hát nekem különbözik azért rendesen ez a két példa. Okay, Ezért ez... akartam mondani, hogy én kicsit összegzem, hogy akkor gyakorlatilag annyit látunk, ugye, hogy csak hogy visszakanyarodjak arra, hogy politikai légkör, tehát hogy valójában akkor egy demokrata narratíva, ami egy színház közé, köré van felépítve. Jól gyakorlatilag értem, azt mindenki hogy ilyen színházat van. látunk, és valójában akkor hasonlít ez ugyanúgy az abortusz jogra, vagy a mit tudom én, tehát is az infláció például akkor kicsit már gondolom, hogy a gazdasága, ahogy így megrogyott, akkor már lehetett ellenséges narratívát is felfedezni, nem? Tehát, hogy egy picit erősödhetett, akkor már a Trump által vezetett volna. Ez, ez, ez azért nagyon nehéz, mert rengeteg demokrata szavazó például nem hajlandó elfogadni tényeket. Amikor beszélsz velük egy. egy, egy, egy a, a, a Fed által, vagy, vagy a, a, a akármelyik, a, akármelyik ö, official amerikai ö, kormányzati agency által kiadott számadat ami gyakorlatilag a gazdaságra vonatkozik, akkor gyakorlatilag nem hajlandóak elfogadni. És azt mondják, hogy ez nem igaz. És amikor beszélgetek ilyen emberekkel, hogy miért nem igaz, mert hogy a CNN, meg az NBC, meg az MSNBC, meg a ABC, ezeket, ezek a tévécsatornák, ezek nem beszélnek róla, vagy legalábbis nem ezeket a számokat mondták. Egy nagyon jó példa. Ugye azért érzik a zsebükön, tehát azért ott is megdrágultál az élet, nem, de meg vannak azért nem. Nem problémák, érzik és ilyenkor a zsebükön, azért. De azért is akkor is elutasítják. Figyelj, nekem egy családtagommal van, volt egy nagyon komoly beszélgetésem, és a családtagom az gyakorlatilag a pénzügyi világban dolgozik. Tehát azt sem mondhatnom, hogy, hogy nem ért a pénzügyi világhoz, nem ért, nem ért, a pénzhez. Ő egy nagyon komoly cégnek az, a, a pénzügyi igazgató helyettese. Na most, amikor beszéltünk gyakorlatilag erről az egészről, és mondja nekem, ez, ez körülbelül fél évvel ezelőtt volt, és mondja nekem, hogy a, az amerikai gazdaság az virágzik. És akkor megkérdeztem tőle, hogy ugyanis ezt mire alapozod? És annyit mondott nekem, hogy a, a stock market az ugye megy fölfelé. Mondom neki, jó, akkor ebben ne is menjünk bele, mert ezt, most nem fogom neked elmagyarázni. Ez rá, valami ismerős v lesz ez az alapja. Mint a ugye. Discord szervert. És neki. utána, igen, és utána, mond, utána, még mondott nekem egy-két olyan példát, amitől egyszerűen elestem, és megkérdeztem tőle, hogy szerinted az 5.5-ös uh, interest rate az azt mutatja, hogy, hogy megy fölfelé a gazdaság, és azt mondja, nincs 5.5-ös interest rate. Mondom, ne arra, ugye mondom, honnan veszed ezt, hogy nincsen. És mondta, hogy hát a, a média nem számol be róla. Te mondom, ne a médiát nézz, hanem menj föl hivatalosul, menj a Fed oldalára, és nézd meg. És megmutattam neki, és mondta, hogy hát ez nem jelent semmit. Hát mondom, ez oké. Okay. Akkor mondom, minden további nem tudok veled vitatkozni. Elképzelhető egyébként, hogy azért amikor... ezt a választ, mert hogy ugye egy irányadó kamatlábot fog meghatározni a Federal Funds Rate-t, határozza meg a Fed, de ez nem azt jelenti, hogy például a bankoknál a, a hiteleken akkora a kamatráta ez lehet magasabb vagy kisebb de és ugye de amíg emelték Amíg ugye emelték a fogyasztói nem is beszéltünk igen, tehát Amit amíg, az emberek is éreznek ami amíg, amíg ugye emelték a kamatot a, a kamatot a, a fed tagjai addig addig egyébként a bankok folyamatosan alacsonyabb szinten tartották a kamatokat, mint a fed és ez ez, nem igaz. ez de, de 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 a Például a autóhitelen a lakáshitelen Ezeken mind alacsonyabb rátán tartották a kamatokat, mint a Fed. Folyamatosan ugyan abba bíztak, hogy, hogy a Fed hamar kamatot fog vágni, mert ilyen rengeteg nem realizált profit volt az amerikai bankoknál, van a mai napig is az amerikai bankoknál, ezek pedig mind hosszú lejáró kötvényekből származott nem realizált, illetőleg nem profit, bocsánat, hanem, hanem veszteség. Tehát, hogy ők nagy nyomást próbáltak helyezni a Fedre, hogy minél hamarabb kezdje el a kamatvágást. Amikor elkezdte kitartani a Fed a kamatokat, akkor néhány bank, néhány terméken már elkezdte emelgetni agresszívabban a kamatrátákat. Az utóbbi három hónapban tapasztaljuk azt, hogy ezeken a, ezeken a hatalmas nagy, tehát hosszú lejáratú lakáshiteleken, autóhiteleken, autóbiztosításokon, mert ugye az is egy hitel, tehát ezeken elkezdtek, rohamosan elkezdtek nőni a kamatok, mert amikor már tényleg kezdett közel kerülni a Fed, ahhoz, hogy kamatot fog vágni, akkor emelték rá a bankok a kamatot, mert ugye a Fednek ilyenkor az, az a célja, hogy ők kezdjék el vágni, viszont ugye a Fed elkezd káros munkát végezni a bankok felé, tehát károsítja a bankokat, és éppen ezért pont ezt láttuk az 50 pontos bázis, az 50 bázis pontos vágás után, hogy hogy ugye bevágta a Fed a 50 bázisponttól a Federal funds Rate-et, viszont rögtön két hétre rá a 10 a évnél magasabb lejáratú hiteleknél, legyen ez a legtöbb hitelnél, tehát hogy autóhitelről beszélünk, lakáshitelről, biztosításokról, ezek gyakorlatilag kamat csúcsot döntöttek, tehát történelmi kamat csúcsot döntöttek. Tehát most, most emelték rá, tehát hogy valószínűleg a kollégád, vagy, vagy a családtagod, akivel beszéltél, az egyébként a kamatrátákat nézte a banknál, és nem a Fednél, és azért mondta neked azt, hogy ez nem számít, ez nem irányadó, mert ugye az emberek, amit éreznek, azt a bankoktól érzik közvetlenül, hogy nekik mekkora lett a hitel, de most az nekik most megy nagyon magasra, és most, ha újra leülnél a családtagoddal beszélgetni, akkor hirtelen ő is megváltoztatná a véleményét, hogy hát ja, most már nem olyan kicsi a kamat, konkrétan magasabb, mint a Federal Funds Rate. Nem, 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 nem. Ő biztos, hogy nem változtatja meg a véleményét, mert ő pont az a személy, aki, akit nem érdekelnek a Ja, napellenző van. A, a bocsi, akkor ak nem szóltam, ő... bocsánat. Reménykedtem, de hogy valami más... szakmai hozzáállás is van nem nem, 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 nincs szakmai hozzáállása. Gyakorlatilag ő teljesen a, a média alatt működik, de hagyj fűzzek hozzá annyit a, a lakáshitel és az autóhitel, mert, mert ezt, ezt konkrétan, konkrétan tudom. A Tavaly évben, amikor autót akartam vásárolni, használt autóra akkor volt a legjobb 6,9% volt egy négy éves lejáratú ö, hitelre. Ez tavaly augusztusra mondanám, illetve tavaly augusztusra mondanám, a mi környékünkön lévő házakra a hitel, vagyis az, az gyakorlatilag az Egyesült Államokra érvényes, akkor volt 7.1% volt az a, a kamata hitelre. Tehát én egy éves adatot mondok neked, és amikor én ezt beszéltem a, a családtaggal, ez körülbelül mit a maximum fél, év, fél évről beszélek. Tehát ő tudta. És mivel a pénzügyi világban dolgozik, gyakorlatilag nem is egy kis beosztásban, ha ezt ő nem látja át, akkor neki szakmát kell változtatnia ő átlátja, csak nem, egyszerűen nem akarja elfogadni. Mert, mert nem, ez, a, ez, nem ez amit a, a, média ad neki. Mert a média más mond, és a média szerint működnek az emberek. És ez, ez benne a szomorú. És ebből ebben most csak egyetlen egy embert emeltem ki, aki a közvetlen környezetemben van, de te nagyon jól tudod, hogy a munkám miatt én nagyon-nagyon sokat utazom. És én nagyon sok emberrel beszélgetek, mind a két oldalról. És egyszerűen azt veszem észre, hogy a demokrata oldalon mindent elutasítanak, ami nem fér bele az ő elképzelésükbe. Hiába igaz a hír, hiába igazak a számok, hiába valósak a számok, hiába az, 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 az hivatalos számnak számít, az amerikai kormányzattól egyszerűen nem fogadják el, és azt mondják, hogy hazugság. Mondanám, hogy ez Magyarországra is érvényes, úgyhogy nincs, itt sincs új a nap alatt, de itt vélek én is felfedezni némi párhuzamot. Igen, nem, nem akartam egy az egybe így rákötni, de egyébként igen. Ja, ja. Viszont, Jó, viszont szerintem... annyi, annyiból, annyiból skippeljünk, hogy azért most lassan 40 percet beszéltük a legelső témánkról. Uh, Dobok még, még rá egy pár érdekes kis statisztikát, mert a srácok kinevettek, hogy, hogy miket szettem elő a világháló bugyraiból, de egyébként tök érdekes. Uh, alapvetően, hogyha, hogyha, a Trump fog most nyerni, az a modern, politika, a modern amerikai uh, történelemben először térhet vissza a hivatalába egy elnök. Ugyan volt erre példa, de hát ugye az még 1900 előtt volt. Tehát ez egy nagyon ritka, ugye, ugye azt tudjuk, hogy két, két ciklus lehet Amerikában is egy elnök, és uh, ha nem változtatja meg úgy, mint Oroszország a Putyin, de ez egy másik kérdés, alapvetően két ciklus lehet, és általában vagy kitöltik egymás után, vagy nem tölti ki a nyolc évet, és csak egy ciklus tud lehúzni. Olyan még csak egyetlen egyszer fordult elő, az is 1900 előtt, hogy, hogy visszatért egy elnök, és úgy lett meg neki a két ciklusa. És másik érdekes, hogy a második világháború után meg, meglehetősen kiegyensúlyozottan alakult már a, a az elnöki periódusok, ugye ezek a nyolc éves periódusok, és ugye az eltérő pártok elnökei többnyire a nyolc éves ciklusokban váltották egymást, még ha nem is ugyanazzal az elnökkel, de ugye a republikánus vagy a, 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 demokrata oldal az alapvetően ugye a nyolc évét lelehúzta és emiatt ugye megint egy érdekes dolog, hogyha Harris kerülne a Fehérházba, akkor elmondható lenne az is, hogy ugye három egymás követő ciklusban más-más állt az ország élén, még hogyha a nyolc éves ciklus ugye pár politikai szinten nem sérült, és erre szintén nem volt már száz éve példa. Tehát igazából ez csak annyiból érdekes, ezek alapvetően csak statisztikai meg érdekességek, de hogy a Tamira és a Robira ugye rácsatolva, meg az elmondottak mellett, ezek az adatok is alapvetően ugye azt tükrözik, hogy, hogy az amerikai közélet roppant zaklatott mostára. Tehát, hogy az, amik egy kiegyensúlyozott eddig volt, az, az mostara teljesen felborult, így vagy úgy, de mindenképpen borult. És ugyanezt sokan szeretik fem a számlájára írni, de azért ez nem pusztán egy volt elnöknek a személyiség egyei miatt van, hogy, hogy az amerikai lakosság ennyire zaklatott hanem tőle függetlenül is ugye most arra azért egy mélyen megosztott ország képe rajzolódik ki. Ezt alapvetően csak így elmondani szerettem volna, de szerintem gyorsan még reagál, főleg Robi, tehát te, te aki ott élsz, főleg, főleg te reagálj rá, szerintem egy-két mondatban nem kell lenni sokkal több, hogy az adatok alapján, amit így, így meg lehet állapítani, az egyébként ott élve mennyire tűnik valósnak. A teljes mértékben. Tehát nagyon ketté van szakítva az ország, és ha valaki ezt a Trump számlájára írja, akkor az téved. Amit, amit el, elírt, amit, amit az elején elmondtam a Black Lives Matter-ről, az Antifáról, a január 6-áról, konkrétan, ha valaki ezt tényleg komolyan megvizsgálja, akkor rá fog jönni, hogy ezt a, a demokrata média és a demokrata erők akarták megosztani az országot. És nagyon jól is csinálták, ezt magamon is érzem, ez, tehát ez alól még én sem vagyok kivétel. Egyszerűen a megosztottság az itt van, és egyre erősebb, és egyre rosszabb. Kedves hallgatók, ez a beszélgetés olyan jól sikerült, hogy észrevétlenül telt el négy óra, ami egyben egy nagyon hosszú videó lenne, ezért úgy döntöttünk, hogy több részletben osztjuk meg veletek minden nap egyet. Tehát a mai rész itt véget ért, és holnap, azaz kedden érkezik a következő fejezet, amiben az elnök és az alelnök jelöltekről fogunk beszélgetni. フィアスト。